Üdv mindenkinek! Elnézést a háttérzajért, van itt egy akvárium. Ez pedig, ha valaki nem ismerné fel, a Happy Wheels. Ez pedig az a bizonyító, hogy megnézzük a főmenüt, amire azon írva, hogy Happy Wheels. Ha valaki nem ismerné, akkor majd most megismeri, aki ismer, még valószínűleg már előre röhög. Mi a francia nyomtól meg ezt, amikor nem is ide akartam jönni, nem tudom. És mivel a gépről most úgy tetszett, hogy baromi lassú. Itt van egy kicsit bocsánat. Válogatott. Egy végig ágyom. Én most csak meg fogom nyomni valamit. Én nem tudok scrollozni most. Valaki árulja el nekem, mit az Isten. Ja, majd nem scrollozni kell, hanem így le. Oké, speedbridge, ezt akartam demonstrálni. Karakterünk az Irresponsible Dad, a felelőtlen apa, aki először is hátrafele gurulna, hogy megmeneküljön innen, de nem tud, úgyhogy elindul előre. Viszi-viszi gyerekét kirándulni. Felgyorsul. Repül. Egyelőre még semmi nem történt, a gyerek nincs valami biztonságosan elhelyezve a gyereküdésbe, de hát minek az. Apuka még egybe. A biciklivel a gyerek azért visszajött. Úgyhogy el kell nem látszik, hogy különösebben aggódna. De hát nem baj. Felkiáltója, vagy lehet, hogy ez egy cipő volt a táblán, nem tudom. Gyorsan, gyerünk, előre, repüljünk! Kölyöknek a nyaka is szerintem 17. Na de várjál, mi még élünk. És ha át tudunk mászni a saját kezünkön, itt még mehetünk egy darab. Tesó, jó vagy? Hello? Nem is értem, hogy gurul a bicikli, amikor láthatóan nem pedálozik a megmaradt egy lábával. És beszorult a híd alá. De jó. Na, próbálkozunk újra. Egy kerék, orrás és, vagy nem. Gyerünk apuka. Gyerünk, elkészünk a szülői értekezletről. Hát leszek két szó, akkor a felállódok. Hol a gyerek? Leszakom. Gyerünk. A szülei értekezetet a pincébe tartják, de szerencsére Szilágyi apuka felgyorsult testrészei még odaérhetnek. Még talán nem a biciklése. Na, akkor itt most hivatalosan elkereszteltem Szilágyi apukának. Na, Szilágyi apuka irány a szülei értekezet. Lássuk, harmadjára sikerül-e. Vagy ez nem is harmadjára, sokadjára sikerül-e. Átnézze a rozog a hídon, hát nem tudom, mit ha... Kazaksztáni hídépítő sztrájkja ellenére is. A szülői értekezletre el kell jutni, kisfiam! Mert ott van a mennyei manna. Gyerünk, még mind a ketten életben vagyunk, ilyen sem volt még. Ez kár. Nem volt egy... Ide nem nagyon fogok tudni, hogy csinálva, nem fogok tudni belehátrálni. Ezzel a tempóval a Szilágyi apuka sportoljon többet, így nem fogunk soha feljutni. Eljj, apuka. De azért az kemény, hogy ezt érte. Ez már kevésbé. Jó, hát Szilágyi apuka nem bízott el a szülői értekezletre. De Szilágyi apuka helyett nézzük meg egy sokkal érdekesebb figurát, magát a télapót. Jön lélom a sírc, és hát elején itt hagyom a ajándékokat. Azért már a Happy Wheels legalább gépen, mert sokat el repüljünk, mert... Mert... Télapó! Télapó! Repülj, télapó! A szellemek hajtják a szám. Ó, nem segítünk neked. Aki leló az északi sarkon, az le is zuha.
Legyen egészség. De csigocs. Gratulálunk. Mirafó, eljutottál valahonnan, valahová. Megölve pár elfet, és egy összes ajándékot kiejtve a kocsitból. Mert ilyen nagyon ügyes vagy. Ups. Let's play-eket néztem ebből egy csomó, tehát onnan fogom felismerni a pályákat játszani. Most játszom először. Kettőt játszottam most csak. Ezt meg az előzőt, hogy kamerán kívül, hogy tudja mi velem. Downhill. Na, Szilágyi apuka téli nyaralásra vitt egy csemetéjét. Sioktatóra azonban nem telett nekik, úgyhogy bringával próbálkoznak majd átjutni. A Szilágyi apuka ott hagyja a gyerekét. Óriási törött. És lezuhan valahová. Csak a völgyben sorakozó tálib terroristák véletlenül őt robbantották fel. Na nem, ezt irány apuka szelleme, újra próbálkozik. Gyerünk, kisfiam. Lehet, hogy elromlott a Danovka, de mi akkor is feljutunk. Vagy lejutunk, vagy valahová jutunk. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem fogok tudni megbirkózni. Egy kerék, nulla kerék, két kerék, három kerék. Ó, Szilá egy apukát felnyársa a bosszikla. Szilá egy apuka, szedje össze magát. Bekötetlen gyereke. Pszichológushoz lesz kénytelen járni, ha ő rossz példát mutat neki. Vagy hát a temetőbe esetleg. Jó, Szilá egy apuka nem jut le a hegyről. It keeps happening. Dismounted writing. Ez nem, ez ilyet nem akarok. Backyard Wesley. Wesley. Hátsó kerti birkózás. Jó. Ez ismerem kéne az irányítást. Repülj, bácsi! Dök ki embereket! Hogy aztán a kutya meg megegyem. Majd a gyerek leessen a székről és beáldjön. Oké. Ez nem igényel túlzott interaktivitást a részemről, úgyhogy ezt erről le is tennék. És nem tudom megszokni, hogy ne scrollbánozzak. Elnézést az ugrálásért. Cannon Town, de ez nem lesz biztató. Érte, nem biztató, de ez nem Szilágyi apuka, ez ütődött rolleres gondnok, aki beleugrik az ágyukba, kilövik, majd leesik a feje, produkció, leesik a másik ágyukba. Olyan fejetlenség van itt, észrevettétek? Csúsz, csúsz. Ó, fej nélküliség. Ó. És megcsinálja, fej nélkül. Képes rá? Itt ezt csak nézem konkrétan, nem is kell irányítanom. Ó, miért nem nyertem? Á. Nézzek valami mást. DC Metro Station. Szilágyi apuka iskolába viszi gyermekét. Azonban csóró, és arra nem terült neki, hogy metro jegyet tegye. Fejre se terült már neki. Próbálkozunk újra. Nem jutottam el a narratíva végére, és már meghalt Szilágyi apuka. Gyerek legalább túlélte, de a gyerek nem vezetett egy biciklit. Szilágyi apuka annyira fiatott szülői értekezletre, hogy mindenkit megöl, keresztül hajt a metrón a kalauz legnagyobb bosszúságára. Nem tudom most mi történt. Bicikli látható a fejjel a fejjel.
Gyerünk, Szilágyi apuka, ön még életben van. Képes rá? Ne ugráljon, üzen rakott a saját lábába, mi? Na igen, most már haladok. Szilágyi apuka, azt mondja, össze magát. Szó szerint nem jelszét fog esni. Magorod, magorod a másik szik hősies küzdelmével Szilágyi apuka, aki egyébként menekül a kalauz elől. Megöli a sofőrt, aki azonban visszatér, és a zombi sofőr a metrókocsi és a bicikli együttes elejével kivégzik a sofőrt, és eljutnak a célig, hogy a metró megállóban megtartandó szülői értekezletre tiszta véresen és csonkokban elmondhassa, hogy mennyire jó a fa is. Oké. Ez egy élmény volt. God was extreme. Választhatunk. Választhatunk Szilágyi nagypapa, ütőzött gondnok, Szilágyi apuka, szabadságon lévő metrósofőr, rájuk, hogy kitalálok valamit, rájuk is, meg télapó, nem tudom mi ez a mennyi télapójka. Tudom, Mikulás, nem érdekel. Ezt láthatóan nem rátervezték, tehát itt szerintem ki kéne esni a járgányból. Tehát láthatóan ezzel a járgányon nem fog menni, úgyhogy váltsunk figurát. Ő mondjuk vállalhatóbbnak tűnik, ő könnyebben ki fog tudni esni. Igen, erre emlékszem, azt hiszem. Na, gyerünk már. Hát jó kell. Kapaszkodhatnék, de már nincs kezem, illetve van, de önálló életre. Jaj! Elkövetkezett a hibát, hogy megállítottam a felvételt, úgyhogy nézzük meg újra, mi történt. És a visszajátszás, fantasztikus Palit László support kommentár. Oké. Erre nem számítottam. Akkor próbáljuk meg újra, oké? Kemptés a stúdió felirat nélkül. Tehát és... Nem tudom, a szürke ruhás Forma 1-es versenyző egyelőre nem száll be az autójába. Rendkívül izgalmas, hogy egy helyben áll. És hirtelen indul visszafele, és le... Oké. Ja, mert replay-eztem, és nem lejátszottam a replay-t. Hát akkor ezt így elvesztettük. A francba. Még a lényeg az, hogy egy darabjaimra estem, kirepültem a kocsiból, a kocsi elért a célhoz, én berepültem a kocsiba. De lehet, hogy nincs szükség a kocsira, sőt, ami úgy látszik, jobb lábra sem. Először a Palit László impresszió elég pocsékra sikeredett, de felé nem figyelt, egy hajnali áron van, és ilyenkor már... Jaj, nem elengedni akartam, ugrálni akartam. Mász fel, mász fel. Oké. Próbálkozom mással. Ne retardált pedellus. Csak el közepesen szórakoztató, azt kell, hogy mondjam. Mount Mayhem, Snow Mountain 2, hold on to the sled. Na, kapaszkodj ide. Nyomj Z-t. Megtörtént. Tő. Oké. Retardált pedellust hazaküldték, mert túl sokat ivott, és a svájci kis nyaralást a postabank német külön járatáról kell. Most így. Fogd meg. Csúsztam, gyerünk, tánci, fekvő. Igen, ha fekvő beteg lesz, meg akkor sok táncol. Körbed meg az alkalmat. Meg a bizbaszt. Igen. De a részek, a retardált pedellus feldönti a fákat,
hát furcsa mozdulatokat tesz, és megpróbál leugrani a szára, és azt hiszem itt leri halálá, vagy nem, a szál hőzsiesen tolja, de a... Szegény, szegény pedagógus. Le lehet az iskolában megveszni őkre. Mivel én nem is meg próbálkozni. Lord says Satan eats you. Super Meat Boy, hát ezt muszáj játszanom. Mert ugye a Super Meat Boyhoz szokjon, az a Szilágyi nagypapa a maga expo gyárgyalmával. Oh-ho! Nagypapa, mit csinálsz? Nagypapi. Ugye, hogy a másik irányba. Oké, nagypapi, most jutottam maga. Nagypapi. Nagypapi feldőtt, és ugye nem van egy olyan is. Na de, nekem van egy olyan hozzáret. Nagypapi. Nem tudom, hogy fogalmi a romantot, hogy egy olyan is kicsit jelent csinálni. Fogalmad a benti kormányon. Nem a kerekesszék állított, és én ezt győzelemként élem meg. Na, viszont van egy tonna. Renget. I believe I could fly. Mivel rossz flex, ez kellően jól értéke, de egy ember nem. Inkább nem. Super clean. Igen, azt hiszem, inkább azt szeret, ott ilyen szeretnék, hogy hányan játszottak. Police Interceptor. Na nézzük, tehát rendőrök. Na de ki? Oké, tehát a részek kezelő felvették a rendőrségre. Jó, én nem próbálom meg azt a dugrást. Mind glitch, na ez érdekes lesz. Ó, gyerünk át a hídon! Oké. Na, megvan a történet. Szilágyi apukát meg akarják ölni. Gyerekével együtt. Ez nagyon szomorú. Gyerünk, csúszra. Na, gyerünk. Tudom, hogy le tudsz jönni. Hiszek benned. Gyerünk, Szilágyi apuka. Tudom, hogy a nyakánál fogva van az a felszínű, vagy gyerekére menni és beszéljünk. Szilágyi apuka, csalódtam ebben. Ó, Szilágyi apukának majdnem sikerült. De... helyette, hát nem. De azt hiszem már ó, a gyerekét egyből elrabantották a hátára. Ilyet a biciklő. Apuka. De nem vigyált a gyerekére. Aj, apuka. Ugye megjön látok kapni a szülői. Jó, még egyszer, utoljára. És a játék megáll. Összesen abba hagytam. Hoppá, ez mi volt? Ennek látni kell a replayét.
Nyugodj egy darabokba, Szilágyi apuka. Miért tudjuk Rest in Pieces? Epic Spike Chop. 20. Buzsledékeiden 20-nak rombára megállék, lezuhanok alulra. Oké. Okay. Legyen egy volt. Egy csill... nem. Fészre ugrok. Opa, ezt szeret. Hogy mi? Tényleg csak át tudok sétálni? De ez megvan, hogy nulla kihívás, én csak át tudok sétálni? Öregem. Jó, mondjuk kell hozzá egy kis sebesség, de még azt se feltétlen. Képesek vagyunk be. A pedelus. Elszúrták. Ez a pedelus. Ez egy szimuláció. Ilyen a pedelus számára közlekedés Budapest belvárosában, miután jó pár felest elfogyasztott. Tehát miért egy kerek üzik, vagy két kerek üzik, ezt nem tudom. Na, a pedelus egy darab jelét a pálya végére, ez elegendő a győzelemhez. És a játék ezt mondja, én nem fogok hozzáfűzni. Ezt ismerem, nem érdekel. Nem, ezt nem most nem szeretem. Most hagyom, hogy események megoldódjanak maguktól. Nem érzem, hogyha bármi hasznosat hozzá tudnék tenni. Ez a részek például most álma. Ami, hát nem végződött számomra jó, de úgy látszik, hogy ez különösebben nem akadályoz. Ez a meg abban, hogy tovább fújjon a világ aljára. Igen. Oké. Hát a részek pedellus, érdekeset álmod, kicsit a Max Payne 1-2-ben a drogos álmot. Na, csúsz. Hard Harpoon van. Hát Szilágyi apuka. Szilágyi apuka, Szilágyi apuka. Ja, ez jó. Szilágyi apuka. Na lássuk csak, Szilágyi apuka. Szilágyi apuka a plafonon dögött meg. Na, Szilágyi... Próbálom kitalálni a háttértörténetet. Szilágyi apuka. Mondom, szülei érteketlen ez hülyet, de Kovács apuka, kis Kovács Pistike és Szilágyi Kareszka nagy versenyben vannak. Szilágyi Kareszka meg is van, de Szilágyi apuka is. Nagy versenyben vannak az osztály elsőségi címért, és Kovács apuka úgy van vele, hogy Szilágyi apuka túl sokat segíti a gyereket. Ezért óriási halálcsapdával próbál vele végezni, hogy a szülőire mennek. Hát azért hős ilyet az apuka, mert a hátán ránk egy óriási tárda. Sőt, ezért lássuk be egy kicsit önző motivációt ezzel, amikor akkor is megy tovább, a gyereke meghalt. Gyerünk, Szilágyi apuka, ön képes rá? Hát, vagy nem? Jó, ez a jó fogni szobrak, hogy Szilágyi apuka, hát ott egy aktörés volt, csak ez mégsem. Ne, Szilágyi apuka, eddig olyan jól csinálta. Szilágyi apuka, Szilágyi apuka. Nem, itt úgy gondolom, hogy Szilágyi apuka úgy gondolja, hogy ha így lefordul, akkor aránylag biztonságban lehet. Szilágyi aztán többé kevés végigaza is van, és Szilágyi apuka elért a szülői értekezete. A gyereke nem lehet, az kit érdekel. Gratulálunk, Szilágyi apuka. Ez jó volt. Szilágyi apuka. Igen, hasonló projekt keretei belül. Mert egy késő esti szülői értekezletre igyekszik. Gyerünk, Szilágyi apuka.
Szilágyi apuka, nagyon tudja, mit csinál. Szilágyi apuka, úristen, hol vagyok? Nem tudom, mit csinál Szilágyi apuka, úristen, Szilágyi apuka. Ah, a Szilágyi apukának majdnem sikerült. Hát ezt meg kell próbálni, azt hiszem... Szilágyi apuka nem jutott csak el. Szilágyi apuka, gyere kérem, hogy segálza magát egy kicsit. Ez se történjen már. Szilágyi apuka nem meg apró. Ezt látottuk. Ó, hát a gyerek... Szilágyi apuka... Igen, az előző könnyebb volt ezt a... Szilágyi apuka. Hát kérem, a legelső megdobjuk. Nehogy már Kovács apuka gyereke legyen az osztály első. Más kérdés, hogy Szilágyi gyerek már nem csak jól maga odaért. Szilágyi apuka újra próbálkozik. Talán bejön neki a rosszabb gyerekből. Azért igyekszik ennyire a szülőire. Ennyire? Hát nem, hogy ennyire beérenik, hogy ennyire hamar elpusztul. Jaj! Hát egy felkére, nagyon nem tudom. Az ülésé, a gyerek ülésé, a gyerek ülésé, a gyerek ülésé, a gyerek ülésé. Na még egyszer megpróbálja Szilágyi apuka. Szilágyi apuka világzik nem fog ejtni a szüleire, hát ők már így darabokra. Azért elég meg van minden reménye. Nem már arra sem. Hát sajnáljuk Szilágyi apukát. Skip the video. Na ez itt most nem Szilágyi apuka, nem, ez Szilágyi apuka fiatalok korában a feleségével. És nagyon fasztó őket egy meteor. Oké, ez egy váratlan fordulat a történetben. De tudom már, Szilágyi apuka a kedvesével a NASA központjában ismerkedett meg, mert űrhajósnak készült, de végül nem vették fel, mert túlzottan felelőtlen volt. Viszont csöndes órákon, amikor senki nem figyel, az ilyen tesztpályákat, ahol az űrhajósok állítottak figyelik. Ott olyankor ide bementek, hogy szórakozzanak egy kicsit, ez néha szexel jár meg azzal, hogy későbbi Szilágyi maga is lássuk. Elvileg tudok boostolni valahogy, és nem tudom, hogy hogy. Hát így leesik Szilágyi mama. Ami önmagában elég szórakoztató, de nem az, minket közelebb a maga társadalmat. De hát persze ez a busz, oké. Azt hiszem, én egyszer csak megpróbálnék leesni, tehát hogy... Tudjuk vissza a lukat. Én le akarok ott menni. És egy nagy halom véres kupac. Megpróbáltunk nagyon gyorsan is menni, hát ez segít. Gyerünk, Szilágyi család. Rájuk időt. Már itt is lőttek rájuk. Szilágyi úr egyedül marad. De megmenekült egy ilyen meteortól, hogy óriási mázival. És helyén van Dolde, megmenekült. Darabjait nagy összesöprik, és a NASA saját halottjának tűnik. Oké, ez nem tudom, mi lesz. Kék képernyők látszik. Blue Screen of Death, Happy Wheels-ben. Facebar. Szilágyi nagypapa szarni próbál, de nem sikerül neki. Repülni azt, vagy legalábbis tudná. Örülök meg, úgyhogy nem döntöm fel a járgányt. Jó, a repülő klotyó Szilágyi nagypapából én nem kérek. Tom Baron tényleg 6 óra 90 évek.
Szilágyi. Ugye nem az a felelős. Tedd a lust, hülye gyerekét megkülönték egy olyan veszélyes csetnek és a tudásra. Hát ez volt elképzelni most lesz. Mert a mai fiatalok beszélnek a lény időben, beszélnek a is nem tudom, hogy meg kellene a két napot az őket is tudom. Nem tudom, hogy történik most. Tedd a lust még életben. Na most már. A kolonoszkópia, gondolom. The Killing Machine. Na nézzük azt a Killing Machine-t. Hogy indulunk el? Sehol. Oké. Okay. Így, oké, megvan. Szilágyi napva egyik napon úgy gondolt, hogy az emberiség nem érdemli meg, hogy kívülben szolgálja tovább. Ezért is a testvére, az emberiség úgy egy amelyikre. És felépítette kis házi masináját, amit a első képest elé felülő hat halott igen csak lelassított, hogy az idei szolgálatot a hátet, de ezért nem zavarta meg a rossz szeretetet. Valami csurvó tisztelelve el, hogy valamilyen formában nem egy cselhetővé tegye a szeretetet. Képes rá. Legalább a nagy közös rakóteret egy kicsit a másik. Ó, elaknás egy kicsit. Oké, hát ez... egyszerű volt. Ezt azt hiszem már láttuk. Nem. Erre van szilágy a kérdék. Tetőről tetőre megy ráadásul. Szilágyi apukának ilyen egy szilágyi apuk ennél sokkal jobb. Ilyen egyszerű kihívásokkal őt nem lehet kizökkenteni. Ez nem tudom micsoda. Na, szilágyi apuka. Maga is ilyen furcsákat álmodik? Életveszélyes, bizbaszok el az útból. Na a gyerek feje már el is veszett, de nem baj, egy gyereknek se kell feje manapság. Dopának se. Jó, én ezt... itt elengedem a kormányt, ami nem biztos, hogy jó hatással van rá. Egy gyerek engedi el a kormány. Ez pedig mindegy közel engedte ki a kormány. De jó. Aztán nem volt a legjobb ötlet apuka. Apa, mit csinál? Apa? Apa? Menj, fiam! Te és a fejed külön nélküled. Yes. Damn it. Oh, kicsi fia. Oh, én. Jó, ez annyira nem szórakoztató. Riding a fat guy. Igen, ezt tudom. Hát és ez a izéhez kell fordulnunk, a kalauzhoz, aki nagyon kövér volt kiskorában, és ezért úgy átbosztult, hogy épített egy nála még kövérebb embert. És megpróbált vele elindulni, már ha el tud. Na. Gyerünk, gurulj! Te ne arra! Ne arra, gurulj! Na jó, ezt nem tudom irányítani sajnos.